Mit szólnál, ha azt mondanám neked, hogy Magyarországon létezik egy olyan maffia, amitől még a leghíresebb celebek is rettegnek? Ez a szervezet nem titokban működik, nem a háttérből, hanem nyíltan itt a szemünk előtt. A mai videóban bemutatom nektek, hogy pontosan hogyan is működik a véleménymaffia. Múlt pénteken az influenzások pártpolitikamentes civil tüntetés szerveztek a Hősök terén. Egész jó sikerült, azt kell mondani, és nem csak a létszámot tekintve. Egy teljes órán át kellett várni az első igazán öblös mocskos Fideszre. A tüntetés végén hallottuk, hogy a békés pártpolitikától független tüntetők elindultak lebontani a Fidesz székházat. Gondoltuk az operatőrre, hogy megnézzük, hogy mi történik ott. Hiba volt. Még csak kérdezni sem volt időnk. Meglátták, hogy kik vagyunk, körbeálltak, és a pillanat tört része alatt lincs hangulat alakult ki. Számomra ez egy tök új élmény, mert eddig ilyen még nem történt. Jelenlétével provokált az újságíró. Ugyanitt sajtószabadság akciós áron kapható beszarás. De a pártpolitikamentes mocskos fideszezés közben a háttérből azért hallhattál néhány akasszátok felezést is. De nyugi, aggodalomra semmi ok, ez egy békés tüntetés. Itt max békeakasztás lehet. Tudod, ez pont olyan, mint a békebomba vagy a békehadtest. Ezt követően az egyik rendőr kivitt minket a tüntetés közepéről, elmondása szerint a mi érdekünkben. Nem ellenkeztünk. Mindjárt rátérünk az igazán szaftos részletekre, de előtte engedj meg nekem néhány baromi egyszerű kérdést. Hogy lehet az, hogy a kommentelők egyik fele szerint jól tették, hogy megtámadtak, meg akartak lincselni bennünket, míg mások szerint nincs itt semmi látnivaló, ez nem is igazi támadás. Akkor most mi van? Egyesek még lögdösödést is alig láttak, míg mások szerint ez maga a megtestesült népharag a bűneimért. Döntsük már rá, hogy akkor mi történt, jó? Hogy lehet az, hogy ugyanezen emberek azzal védekeznek, hogy 300 hülye alapján nem lehet elítélni egy egész tömeget, de ők mégis két lemondott politikus miatt tüntetnek egy egész pártcsalád ellen. Ha ott van egy jobboldali közszereplő, az provokáció. A rendőrök inzultálása, lögdösése, az nem az. Ki érti ezt? A zavargók létszáma is érdekes. Miért van az, hogy a tüntetők számát 3-mal szorozzák, míg a zavargókét 10-zel osztják? Ha zavargók, akkor alig 150 hülye. Ha azonban a Momentum ugyanennyi embert kivisz a Karmelit elé, akkor több ezres bátor tömeg. Hogy jön ez ki? Ha pedig minden tömegben van pár száz hülye, akkor a Sziget Fesztivál vagy a Krúbi koncert után miért nem megy neki 150 hülye a Fidesz székháznak? Nem is értem. Lehet-e pártpolitikától független egy rendezvény, ha folyamatosan egy pártot szidnak? Ha ez tényleg a gyerekek védelméről szólt, akkor miért nem lázadtak a bíróságok ellen, ahol a maximum 20 év helyett gizda 8 év letöltendőt kapott az egyik elkövető? Most pedig fújd ki magad, gondolkodj el a kérdéseken, iratkozz fel a csatornára, én is kifújom magam, és te eddig megnézed ezt a rövid kis közérdekű közleményt. Ne feledjétek, hogy március 8-án a fantasztikus közönség találkozó a Polgári Mulatóban, ahol ott lesz Megadja Gábor, Vince Emilia, Szamosi Timi, és Doppergés, a fergeteges Krózita. Ünnepeljük együtt a Zoltán napot. A mikrofonba mondd, nem fogják hallani. Belemondom a mikrofonodba, a Zoltán napot együtt ünnepeljük. Szeretettel várunk mindenkit. Ezért a mondatért egy 20-ast fizetett egyébként nekem Ádám. Köszi, buszi. Pá! A tüntetésnek két fontos aspektusa volt. Az egyik, hogy online megmondó emberek, youtuberek szervezték. A másik pedig, hogy főleg hírességek, zenészek, színészek, random celebek adták hozzá a nevüket. És itt lesz érdekes a történet. Na most gondolj bele! Képzeld magad egy zenész, színész, random celeb helyébe. Mit válaszolnál, ha felhívna egy ismerősöd, hogy de figyelj már haver, szervezünk egy gyermekvédelmi abúzus elleni tüntetést, van kedved csatlakozni? Alapvetően azt mondod, hogy oké, miért ne, ez egy jó ügy. Amint azonban olyan szereplőkkel kell egy színpadra állni, akik az év 365 napjából legalább 300-at végig politizálnak, ráadásul pártpolitizálnak, akkor azért elgondolkodunk rajta, hogy adjuk ehhez a nevünket egy ilyen politikai rendezvényhez. És ezzel nincs is gond. Mindenki szuverén döntés, hogy részt szeretne venni egy ilyen politikai rendezvényen, avagy sem. Ja, de várj, ez nem is politikai rendezvény volt. Az, hogy a tüntetők kormányellenes plakátokkal jelentek meg, az csak a véletlen műve. Sőt, a korábban a szervezők egyesével elmondták, hogy ők egy pártot sem támogatnak. Jé, hát ez meg hogy került ide, nem is tudom. Én nem támogatok egy pártot sem, de mocskos Fidesz, takarodj! Így szokott ez lenni. Az ex-való világos, azóta bulvár guruvá avanzsálódott Osváth Zsolti több hírességet is meghívott. Sokan csatlakoztak, nevüket adták a politikamentes civil tüntetéshez. Volt azonban néhány szkeptikus celeb, akik hát azóta már nem is híresek, nem tudnak énekelni, és ezentúl már soha nem is voltak tényező.
Igen, a lista már le van adva, íródik az új múlt. Szóval volt néhány olyan híresség, köztük Ördög Nóri, akik úgy döntöttek, hogy bár fontos számukra a gyermekvédelem, nem nagyon szeretnének beleállni egy erősen átpolitizált ügybe. Olvasom Ördög Nóri nyilatkozatát. Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam, több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehetne más. A bűnösöknek zéró a tolerancia. Ugyanakkor, csak úgy, mint minden közéleti témát, ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. Én mindenek felett velük, mellettük vagyok. Teljesen korrekt nyilatkozat, az az ő döntése, nincs itt semmi látnivaló, de jött Osváth Zsolti. Átverve érzem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésben mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni, de ez most megváltozott. A kiírása után teljesen másképp gondolkodom Ördög Nóráról. Nóri, simán esélyed lett volna most azt mondani, hogy bár én a kormánytól kapom a fizetésem, és én csak szórakoztató műsorokat gyártok, de a gyerekek az egy no-go zóna. Tehát Ördög Nórának csak akkor oké a gyerekeket felhasználni, ha ezért pénzt kap. Sajnálom, mert mi nem adjuk a pénzt, mi gyűjtjük. Szerintem bölcsebb lett volna, ha nem ír semmit. Hallod? Ugye hallod? Egy abúzus elleni tüntetés szervezője éppen most abúzál egy nőt a véleménye miatt. Egy nőt, egy kétgyerekes anyukát, aki hozott egy döntést, amit ilyenkor elfogadunk és nem vegzáljuk. Ördög Nóri egy szervezőt sem szólított meg személyesen, nem kritizálta a tüntetést. Simán elmondta, hogy ő nem kíván politizálni. És mit kapott érte? Vegzálást és nyilvános megalázást. Mert nem a nyilatkozatát támadták, hanem a személyét. Csalódtam benned. Azt hittem, tudatos anya vagy. Eddig felnéztem rád. A kormánytól kapod a fizetésed. Ez mégis micsoda? Hol van ilyenkor mérővera? Nane? Patent? Hol vannak most? Vagy van a jó, meg van a rossz karaktergyilkolás? Lapítanak. És itt jönnek ki az aláfölé rendelt viszonyok. A kommunizmusból jól ismert, ma már a liberalizmusnak álcázott osztályharc. Tudod, ez egy ilyen liberális sakk, egy ilyen liberális társasjáték, ahol a nő üti a férfit, a meleg üti a nőt, a migráns meg üti a meleget, bár az utóbbit azt Malmöben mondjuk már a gyakorlatban is bevezették. Zárójelben fontos info, de jegyezd meg, mert később felkérdezem. A tüntetés alatt és utána is hallhattuk a kormány ellenes rigmusokat, köztük a mocskos Fideszt és társait. Tudod, a civil pártpolitika mentes tüntetésen. Ebből is látszik, hogy mennyire nem politikai ez a rendezvény. Most pedig jöjjön a történet másik szereplője, Széki Attila, azaz Curtis, aki szintén nem kívánt részt venni a rendezvényen. Zsolti valahogy őt is betalálta, majd üzengettek egymásnak a médiában. A kettőjük konfliktusa teljesen lényegtelen, de Curtis a tüntetés közben annyit posztolt az Insta oldalára, hogy hazug banda, ezért nem mentem. Ez viszont Curtis rajongóinak nem tetszett, de nem ám, a sajtó pedig tök váratlanul mérni kezdte Curtis követőtáborát. A 24.hu már meg is írta. A hétvége mérlege több ezer követőt vesztett Curtis az Instagramon. De mennyi az a több ezer? 8000? 15000? 30000? Nézzük meg, mert a 24.hu ezt is bemutatta. Fú, hallod, ez nagyon csúnyán néz ki, hatalmas zuhanás, óriási zuhanás van ezen az ábrán, de várjunk csak. Olvassuk csak az apró betűs részt, mert ott a lényeg, és azért ez nagyon meredeknek tűnik. Hát persze, azért tűnik meredeknek a görbe, mert alapból 360 ezerről indult. Tudod, ezt hívják úgy, hogy ábrahamisítás. Magyarul Curtis 3000 követőt se vesztett ezzel a posztjával. 3000 követőt se. A baloldali véleménymafia azonban mindenkit utára akarja adni. Aki kiénekel a kánonból, az csúnyán megjárja. Reméljük, Curtis valahogy túléli ezt a veszteséget. Mondjuk én eddig azt sem tudtam, hogy van Insta oldala, de ezen gyorsan változtatunk. Ciao. Szevasz, Ambró, figyelj csak, itt az a helyzet, hogy én már mindig is követtem Curtist, és a rajongója voltam. Meg tudjuk oldani? Persze, meg tudjuk oldani. Hát mivel ismerjük is egymást, ezért számodra egy ilyen kedvezőbb álszobást is ki tudunk találni. Mikortól követtem? A munkát meg kell fizetni. Mikortól követtem Curtist? Segítesz? Ez a megrendelő igényétől függ, hogy milyen lesz az új múlt. 10 éve hát követem Curtist. Több csomagunk van. Jó. Akkor ez egy 10 éves új múlt lesz. Csak ezen kell módosítani, vagy egyéb igények is vannak. A zenéjét is szerettem eddig. Már mindig is szerettem a zenéjét. Egészen kiskorod óta a legnagyobb rajongója vagy Curtisnek. Pontosan. Voltál mindig is. Így van. Értem a feladatot. Jó. Köszönöm. Jó, kiadtam a feladatot az irodában. Már rajta vagyunk az ügyön. Szuper, szia. Köszi. Már készül is az új múlt.
A lejáratásban a 444 is részt vett. Curtis és Zsolti adok-kapokja során, amikor még a rendezvény előtt kiderült, hogy Curtis nem is adja ehhez a nevét, a 444 lehozott egy cikket, ahol listázták a sztárokat. Szó szerint idézem, az ügy mellé álló hírességek névsora, és ott látjuk Curtis nevét áthúzva. Nem kitörölték, áthúzták, hogy az olvasó azt lássa, ő nem áll az ügy mellé. Milyen szép megfogalmazás. Az ügy mellé állok. Vajon hányan voltak vele úgy, hogy inkább ez, mint hogy a Zsolti rájuk küldje a dühös kis véleményverő embereit, és ahogyan a nyugaton mondják, canceleljék őket, amiért nem vesznek részt egy politikai megmozdulásban. Tudod, ez tipikusan az a hozzánk úgysem jut el kategória. Az USA-ban divat eltüntetni, lekaraktergyilkolni bárkit és mindenkit, aki nem ért egyet a központi narratívával. De hát ez a cancel culture, ez ugyanez Magyarországra nem ér el. Ugyan, dehogy. Csak itt egy megalomániás, erőszakos celebecske, aki a való világ és az RTL hátán felkapaszkodva összehozott egy saját online műsort, majd elkezdett jópofézni a Gyurcsány klánnal. A többit meg a fantáziádra bízom. És amikor azt hinnéd, hogy vége a történetnek, jön a legviccesebb rész. Pressman nem küldte ki a körlevelet a nyugati sajtónak, így azok egyöntetűen Orbán és kormány ellenes tüntetésről írtak. Még csak össze sem kellett gyűjteni a cikkeket, mert Fókuszcsoport Ádám maga posztolta ki az Instagramra, de mondjuk a Europravda, bocsánat, a Euronews pacekban meg is írta, hogy kormány ellenes tüntetés lesz. Ezúton is köszönjük neki, hogy lebuktatta saját magát. Ügyes voltál, Ádám. Amúgy félrejtés ne esélyen, tökre bírom az Ádámot, már csak azt várom, hogy mikor jelenti be, hogy zuhany alatt mossa a villanyrollerét. Elképesztő fazon. A fő kérdés pedig az, hogy ki fogja közölni ezzel a 130 hírességgel, hogy belerángatták őket egy kormány ellenes tüntetésbe. Mert hát, tudod, én ott voltam, és nagyon sok mindent hallottam, de egy dolog nem ütötte meg a fülemet ezen a tüntetésen, méghozzá az, hogy mocskos gyermekbántalmazók. Ez valahogy kimaradt. Most pedig az a részén, amikor megvárod, míg végigmondom, mert ha idő előtt kilépsz a videóból, az negatívan érinti az algoritmust, közben pedig vidáman feliratkozol, nyomsz egy gigalájkot még a trollok előtt, és bekarikázod a március 8-át, azon belül is az este 6 órát, mert közönség találkozó a Polgári Mulatóban Vince Emiliával, Megadja Gáborral, Krózitával és Szamosi Timivel. A nőnap alkalmából a hölgyek számára a belépés ingyenes, mindenki más számára 2500 forint, amiből 500 lefogyasztható, leíható, diákoknak viszont csak 1500 legyen nálad diákigazolvány. A bejáratnál pedig mindenki garantált ajándékot kap, és azon túl, hogy megfejtjük a világot, válaszolunk a közönség kérdéseire, még egy különleges produkcióval, egy olyan mini Oscar gálával is készülünk, de erről többet nem mondhatok, semmi kép se hagyt ki, szeretettel várunk, na szevasz!